Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világok Harca, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Horváth Józsefet, az Alapjókért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadóját. Jó napot kívánok! Kezét csókolom, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Három fő témát hoztam erre a az adásra. Koszovóról szeretném kérdezni a déli határról és az ott történtekről, illetve Oroszországgal kapcsolatos fejleményekről, nukleáris készültségről, de ezt a végére hagyjuk ezt a témát. És akkor kezdeném is itt a délvidékkel. Ugye egy olyan eszkaláció alakult ki ezen a területen a migráció folytán, mi szerint hát akár már fegyveres összecsapásokra is sor került, például ember csempész bandák között, de itt van ez a migrációs helyzet, és talán egy kicsit provokatív így feltenni a kérdést, de ki tehet arról, hogy ilyen mértékű probléma alakult ki ezen a határszakaszon, és mit tesznek azért, hogy ezt megoldják? Látszik a megoldás? Én azt gondolom, hogy az egyszerű válasz az az lenne, hogy hát a szerb kormány felelős érte. Ugyanakkor, ha komolyan vesszük és valóban mélyebbre akarunk egy kicsit ásni, akkor azt kell hozzátennünk, hogy a Szerbiában kialakult helyzetért azért Brüsszel is felelős. Tekintettel arra, hogy Szerbiát hosszú évek óta toporok az unió előszobájában várakoztatják, hitegetik egy lépést előre, két lépés hátra, közben érdemi csatlakozási előrelépést nem látunk. És hát ebből fakadólag a szerb kormány igyekszik jó tanulóként megfelelni a brüsszeli elvárásoknak. Magyarul nem zárja hermetikusan a déli határait egyrészt, másrésztről pedig a magyar-szerb határnál látottak kapcsán egy ilyen soha véget nem érő történet kezd kialakulni. Hetente fölvonul a szerb rendőrség megerősítve a csendőrség különleges alakulataival, begyűjti az illegális migránsokat a határ mellett, elviszi Szerbia déli részébe az ottani befogadó táborokba, ahol a migránsok mondjuk egy napig esznek, alszanak, lezvanyoznak, majd Szerb taxisok beültetik őket, és első lépésként Belgrádba viszik, második lépésként pedig elviszik őket Szabadkára, onnan pedig már egyenes út a határövezetbe. Tehát ezekkel az akciókkal maximum egy-két nap léglezetvételnyi időt kapnak a határmentén élő emberek, de utána gyakorlatilag ugyanúgy folyik minden. Ugye a délvidéken élő magyar lakosságra is egyébként nagy nyomás helyezedik emiatt a kialakult helyzet miatt, főleg azért, ahogy mondtam is, hát azt lehet olvasni, hogy gépkarabéjai, kézigránátjaik vannak, tehát egy felfegyverzett, csoportokról is szó van itt. Nyilván, hogy nem minden migrációs hátterű embernél van fegyver, gondolom, legalábbis ezt reméljük, de azért megjelennek itt már a fegyverek is. Ilyenkor mi a tendő? Te hát először is talán tisztázzuk, hogy honnan vannak a fegyverek, hiszen azért, ha most itt Magyarországon valaki azt mondja, hogy már pedig nekem múlhatatlan szükségem van egy gépkarabéra, és ahhoz mondjuk ezer lőszerre, azért nem olyan egyszerű, hála jó Istennek Magyarország mondjuk fegyverhez jutni a fekete piacon sem. Ugyanakkor a Balkánon Jugoszlávia szétesése óta, mikor azért komplet laktanyák kerültek kiürítésre, és ott maradtak a fegyverek. Ebből kifolyólag a szervezet bűnözés gyakorlatilag korlátlanul jutott hozzá a 90-es évek első felében ezekhez a fegyverekhez. De is itt nem csak gépkarabélyok, pisztolyok, hanem adott esetben páncéltörők, öklök is, páncéltörők gránátok is megjelentek a szervezet bűnözésnél. És itt kialakult egy már a 90-es évek közepétől egyébként, egy illegális fegyvercsempész útvonal, ami döntő részében Albániából indult, átment, volt jugoszláv tagköztársákon és Nyugat-Európa felé, innen látták el a szervezett bűnözői csoportokat fegyverrel. Na most, mióta az illegális migráció ekkora mértéket öltött, itt kialakult egy új piac. Tehát már nem kell olyan messze vinni, és sok kockázatot vállalva mondjuk a Schengeni határon is átcsempészni, hiszen azért halljuk magyar vonatkozásban is, hogy szinte havi rendszeressége buknak le ezek a fegyvercsempészek mondjuk röszkénél. Autóba beépítve, titkos rejtekeken igyekeznek nyugat Európába csempészni, mert ott egy nagyságrendel drágábban tudják eladni ugyanazokat a fegyvereket, viszont itt Szerbiában <tosz> embercsempész bandák jóval nagyobb tömegben vásárolják a fegyvereket, és ezért olcsóban is jutnak hozzá. És ez még egy dolgot tegyünk talán, hogy Afganisztánból való amerikai és szövetséges kivonulás után a talibán hatalomra kerülését követően a volt afgán hadsereg kiképzett, fölkészített, puskaport szagolt, Katonáinak egy jelentős része elmenekült, tartva a tálibok bosszújától, és ezt a speciális szaktudást, amit jó részt a nyugati képzőktől kaptak meg Afganisztánban, most a szervezett bűnözői csoportokon belül kamatoztatják, adják el magukat adott esetben. Ezért látjuk azt, hogy amiről a beszélgetés elején említést tett, ezek a szervezett bűnözői csoportok egymással is harcolnak és döntő részében, legkeményebben, legagresszívebben az Afganisztánból indult bűnszervezetek azok, amelyek igyekeznek most napjainkban kiszorítani az, a szíreket, kiszorítani a marokkóiakat, tehát akik, é, hogy úgy mondjam, szofisztikáltabb módon igyekeztek ezt a szervezet bűnözői világot működtetni, jöttek az afgánok, és úgy berúgták az ajtót. Tehát nagyon keményen, nagyon agresszíven, látjuk a késelésektől, látjuk azt, hogy automata fegyverekkel bátran fölveszik a harcot, és még egy dolgot látunk, ami megint csak elborzasztó, amit ön említett kézgránátok kapcsán, hogy mondjuk a határ közelében lévőket is most már presszionálják. Tehát azokat a családokat, és ez konkrét példa volt, ahol mondjuk bejelentést tettek a rendőrség, hogy itt vannak a környéken a migránsok és lövöldözés van, ezt a családot például kézigránatokkal fenyegetik meg, az udvarukon robbantanak. Tehát nyilvánvaló, hogy itt már egyfajta hírszerzést is folytatnak, van egyfajta belső elhárításuk is, és ez már arra is képes, és olyan szinten pofátlanodnak el, ezt kell mondanom elnézést, hogy nem tartanak a hatóságoktól, hiszen azzal, hogy bedobok egy család udvarára egy kézgrátot, a környéken lakóknak is üzennek, hogy nem erészejék azt megtenni, hogy feljelentik őket. És az én számomra, itt most már pontot teszek a dolog végére, egyet jelent, hogy gyakorlatilag Szerbiának a határmenti régióiban nógózónák alakultak ki. Idáig Nyugat-Európában csak a nagyvárosokban beszéltünk erről. Itt bizonyos fajta befolyást elveszített már a szerb állam ezeken a területeken, hiszen ezek a szervezet bűnözői csoportok fegyverrel szereznek maguknak igazat, fegyverrel harcolják ki az adott területen azt, hogy ők uralkodnak, és azon keresztül euró milliók, tízmilliók azok, amelyek a zsebükbe vándorolnak. Tehát hihetetlen nagy üzletről is beszélünk, ugyanakkor Szerbiának szembesülnie kell azzal is, hogy, hogy a, az állam, mint olyan működésében é, látható módon zavar keletkezik, és adott esetben még ha időlegesen is, de elveszíti az irányítást egyes területeik fölött. És hogy említettem ugye a délvidéket és a magyar lakta terep, településeket, ha ott kialakul egy ilyen No gózóna szerű képződmény, amit említett is. A magyar hatóságok tudnak bármit tenni, hiszen ott magyarok élnek. Tehát, hogyha a szerb állam hatóságok tehetetlenek ezzel kapcsolatban, akkor mi lesz? Ezek a magyarok átjönnek Magyarországra, hiszen az életüket félthetik. Igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Annál is inkább, mert ugye ennek van egy másik oldala, most már ott tartunk ezzel kapcsolatosan, hogy a magyar határrendészeket, határvadászokat is támadják, vagy fenyegetik egyáig csak, és ezt együtt rögtön idézel be a csakot, hogy profi csúzlikkal, üveggolyókkal, csapágygolyókkal lőtték őket. És ezt a csakot azért mondom, mert azért azok a, katonai jellegű csúzlik például tökéletesen alkalmasak emberi élet kioltására ezekkel a csapágygolyókkal. Ezt látjuk adott esetben, van ilyen felkészítés mondjuk különleges műveltéknél, és hogy csendben, hang nélkül ilyen eszközökkel is lehet támadásokat végrehajtani. Látjuk ezt, hogy ez eddig ez volt, de most már ugye a magyar kormány felrakott olyan videókat is, ahol gépkarabéjjal biztosítja a két határkerítés közötti átkelést a szervezet bűnöző szervezői csoportnak a katonája. Nem is titkolja, hogy ott van, első demonstratív bemutatja, hiszen tudja, hogy őt veszik a kamerák. Tehát ebből a szempontból most már a magyar határüzeti szervek is nehezebb helyzetbe kerültek, és hogy a kérdésére visszatérjek, én azt gondolom, hogy itt valójában, ha nem is tökéletes megoldást jelent, de egyetlen egy út van, ami folyik is egyébként, a szerb és a magyar határzüzeti szervek között egy hatékony együttműködés, egy napi szintű információcsere, ami segítheti azt, hogy adott esetben a szerbek is, még ha ezt a demonstratív heti egy-két ilyen kiszállást megteszik, akkor is a magyarok ebben tudnak neki segíteni, hiszen egy szuverén országról beszélünk, tehát az, hogy magyar fegyveres erő szerb területen végezzen e, műveleteket, az egyrészt e, megint egy nagyon érzékeny politikai kérdés lenne, és Szerbiával, hála jó Istennek most kiemelkedően jók a kapcsolataink. Másrésztől pedig, hát az Európai Unió részről is képzeljük azokat a reakciókat, hogyha a magyarok ebben a kérdésben még e, tevékenyebben vennék ki a részüket, akkor szerintem nem csak pellengére állítanának már minket Brüsszelben, hanem fel is négyelnének, még a képletesen is. Ezek a határvadászok, amelyek a, ugye, a magyar oldalon próbálják őrizni a határt. Én azt olvastam, hogy viszonylag sokan jelentkeztek, de nem azért kevesebben voltak alkalmasak erre a feladatra. Mire vannak ők kiképezve, vagy hogyan tudják ők ezt a feladatot ellátni? Egy ilyen felfegyver. Én gondolom, hogy a határvadászoknál nincs ak 4 Nincs. Nincsenek a KG-pisztolyok. Ugyanakkor maloklőfegyver van náluk, és hát azt is látni kell, hogy ezek az emberek, Éppen azért, mivel egy szűkített feladatot látnak el, tehát a határőrizetét, védelmét, ezért egy könnyített kiképzést kapnak például a rendőrökhöz képest. <tosz> ezáltal erre a feladatra ki vannak képezve, fel vannak készítve, fegyverhasználat, jogi lehetőségektől kezdve az intézkedési jogkörök és a intézkedési lépcsőfokok betartásáig sok mindenről ki vannak képezve, a technikai kérdésekhez is, a technikai eszközök kezelésében használtával is, ugyanakkor ahogy ön is említette, az egy kétségtelen tény, hogy a eredetileg kitűzött célokhoz képest jóval kevesebben felelnek meg ezeknek az elvárásoknak, amit ott a határon azért támasztanak velük szembe, hiszen azért fizikailag alkalmasnak kell lenni, tehát most látjuk azt, hogy, hogy, ott azért adott esetben futni kell, kilométereket kell gyalogolni, egy helyben állni télen, nyáron, hidegbe, fagyban, hőségben. Tehát például már ez az alap, az, ami sok embernél, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok a túlsúlyos ember, nagyon sok olyan, aki életében nem sportolt, ezért aztán már a fizikai felvételi követelmények kapcsán is kiesnek, és hogy mit lehet tenni, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is látjuk azt, hogy, hogy a határvadászok mellé azért akár vezetői járőr szinten mindig kerülnek rendőrök. Tehát akik professzionálisabb felkészültséggel, nagyobb rutinnal rendelkeznek, ami egyfajta nyugalmat adhat a határ vadászainknak is, hogy van olyan parancsnokuk, aki tudja a dolgát, és annak megfelelően irányítja és adott esetben azt kérdezi, hogy védelmezi is őket. Tehát itt egy ilyen kettős feladatot kell ellátni, hogy ez a jövőben elég lesz, vagy nem, hát az egy következő kérdés lesz. Hogy áll az Európai Unió ehhez a helyzethez hozzá egyáltalán állást foglal-e ebben? Hiszen itt a magyar határok vannak igazából veszélyben, és Európai Uniós tagok vagyunk. És most elképzeljük azt, hogy mi lenne, ha nem lenne ott maga ez a kerítés sem? Persze, ennek igaza van. Az Európai Unió úgy tesz, mintha nem lenne itt semmi látnivaló. Nincs itt semmi probléma. Hiszen Egyrészt Magyarországra szemben még mindig kötelezettségszegélyes eljárások vannak a migránsok nem megfelelő kezelése kapcsán. Mai napig azt mondják, hogy az, hogy mi kiutasítjuk az országból, aki papír nélkül jön, és azokat azt mondjuk, hogy térjenek vissza Szerbiába, és egyébként a magyar konzulátusokon követsége adják be a papírjaikat, és hogy elbírálják őket, akkor a jogbetűje szerint el lesz bírálva, és annak megfelelően vagy beléphetnek, vagy nem. Na ezt az Unió úgy gondolja, hogy ez egy szörnyű egyetlen dolog a részünkről. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy egy ilyen kettős mérce az, ami most már kezd kialakulni itt a meghatározó uniós országoknál is, hiszen napjaink hírei azok, hogy mondjuk a Németek lezárják a határokat, a franciák lezárják a határokat. Ugye az, hogy a szlovákok lezárják, az egy természetes dolog, hiszen mondhatjuk azt, hogy ők nem szeretnék. Ezt már régóta egyértelművé tették, vagy a lengyelek is. Ám de a németek, akik <coughs> lezárják a határaikat, közben pedig az, azokat az NGO-kat a német kormány finanszírozza, amelyek a hajóikkal utaztatják. Az illegális bevándorlókat Lampedusa-ra vagy Szicíliába. És ezt is a német kormány teszi. Tehát nagyon nehéz egy konzekvens, egységes politikát kicsiholni, vagy látni a nyugat-európai kormányoktól. Brüsszel részéről van, aki viszont azt mondja, hogy konzekvensek a tekintetben, hogy a migráció jó dolog, be kell engedni azokat, akik jönnek Európába, és utána azokat majd jól szét kell osztani. Ugye most itt tartunk, és ennek a végpontja az, hogy egyébként jöjjenek létre zárt táborok a szétosztás után, és ott majd. 10-12 hét alatt döntsék el, hogy kiléphet be az unió területére, és mondják ők állna van, hogy aki nem felel meg, azt majd ki kell toloncolni. Igen ám, de én csendben megkérdezem, hogy eddig hány ezrelékét vagy százalékát sikerült kitoloncolni 15 óta érkezőknek hát minimális számot látunk, és úgy látunk minimális számot, hogy nekem meggyőződése, hogy akit kitoloncoltak, vagy fizettek neki, hogy hazamenjen, azután a új személyazonossággal néhány hónap múlva újra visszatért. Ugye von der Leyen asszony a Lampedusa-n tett látogatása után például legális útvonalakról beszélt, hogy nem jó az, hogy illegálisan érkeznek ezek az emberek, hát csináljunk legális útvonalakat. El lehet képzelni, hogy ezek az útvonalak hol mennének, hát ugye ez ez nem akadályozza meg a migrációt önmagában egy ilyen ö, ö, cselekedet, hanem csak egy mederbe tereli, és, és még az illegális bevándorlás sem fogja Persze. megszüntetni. É, nem, ez egy olyan fajta megint csak azt mondom, hogy vágyálom, amit nagyon nehéz értelmezni, mert azt mondja, hogy csináljunk legális útvonalakat. Rendben van, csináljunk, de akkor tegyük fel a kérdést, miért nem mondja azt Németország, hogy nekem szükségem van egy évben 5000 autószerelőre, meg 3500 idős gondozóra. És aki jelentkezik adott országokban, azokat én ott helyben megnézem, aki megfelel, az beutaztatom. És akkor rendben vagyunk. Mert ugye azzal indult 2015-ben is Angela Merkel, hogy itt majd jönnek Szíriából a magasan képzett mérnökök, orvosok, és megoldják a német munkaerőhiányt. Ehhez képest Ausztriában most már lemerik írni. Ugye a hozzájuk érkező illegális migránsok köze 70% analfabéta. Na most innentől kezdve képzeljük el azt a lehetetlen feladatot, hogy mondjuk ezek az analfabétek hogy tanulnak még németül, hogy tanulják meg az európai életformát, vagy van-e bármiféle rá, és azon túlmenően, hogy fognak egy munkahelyen beilleszkedni, és mondjuk egy gyártó soron napi 8 órában dolgozni. Hát ez egy lehetetlen küldetés. Tudjuk azt, hogy most itt a, a Szerbiát, a délvidéket nézve honnan jönnek ezek az emberek? Mert ugye most már nem mondhatjuk azt, mint 2015-ben, hogy van egy nagy háború, van egy polgárháború, onnan menekülnek az emberek, érthető, logikus, mindenki ö, szánja őket, empátiával fordul feléjük, ugye, ahogy látjuk azért az ukrán menekülteknél is, hogy azért Magyarország is befogadta, átengedte őket, aki tovább akart menni, gondoskodott róluk, de most kikről beszélünk? Kik ezek az Hát most már azt kell, hogy mondjam, hogy egyre távolabbról érkeznek. Most ma ott tartunk, hogy egy részről, ha Ázsia irányába tekintünk, akkor már nem csak Afganisztánról, hanem Pakisztán, India, tehát a távolságot érzékeljük. Fekete Afrikában pedig az elmúlt időszakban a száhelövezet, ahol láttuk azt, hogy az én véleményem szerint egy tudatosan végrehajtott Külsőleg irányított pucsorozattal sikerült a franciáknak a befolyását megingatni, sikerült a térséget destabilizálni, sikerült a kínaiak bevásárlásait elősegíteni, és ezáltal a nyersanyagforrásokat megszerezni például a franciáktól, illetve az oroszoknak sikerült katonailag jó részt a Wagner csoport. Aktív közreműködésével, de a befolyásukat kiterjeszteni ezekben az országokban. És itt 100 milliós nagyságrendű lakosságról beszélünk, akik pont ebben a destabilizálódott térségben, pont azért is, mivel mondjuk az orosz-ukrán kabona nem jut el megfelelő időben vagy megfelelő mennyiségben, növekszik az éhínség, növekszik az emberekben az a fajta érzés, hogy, hogy itt nem lehet megélni, nem tudom fölnevelni a családomat, és ehhez jön az a fajta Európából érkező, mint egy meghívó, hogy hát Európában várják az embereket, Európában gyakorlatilag bárki beléphet, nincs ellenőrzés, ha sikerül felülni Líbiába, Tunéziába egy hajóra, onnantól kezdve sinem van az ügy, illetve az is, aki most át tud jutni például a magyar határzáron, vagy Szlovénia felé, Horvátországon keresztül át tud jutni, onnantól kezdve nincs az ember, aki őket kiutasítsa már Európából. És hát a nagy, nagy számok törvényi alapján azért átjutnak Magyarországi <laughs> határzáron is, tehát lehetett látni furgonokat, tele emberekkel, autósüldözést az autópályáinkon, illetve múltkor volt egy hír, hogy egy budai házban, nem tudom hány, tehát kilencsen hány ember 12 ő, találtak kerületben. meg. Igen. Igen, itt azért ezeket azt is mondhatjuk, hogy milyen furcsa, és hogy átjutnak. Ez kétségtelen tény, hiszen tökéletes határzár sosem volt. Ugyanakkor én ebben azt is látom, hogy a mélységi határellenőrzés viszont működik. Tehát az, hogyha az embercsempészek át tudják csempészni, a közvetlen határzónán az illegálisan belépni szándékozókat, és utána mondjuk beültetik egy furgonba két tucat embert azoknak nagy száma azért az autópályákon, de mellékutakon is láttuk, legutóbb Mórahalomnál mentek egy házfalába, tehát ez a fajta mélységi ellenőrzés azért működik, tehát akik átjutottak, még azok Magyarország területén nem érezhetik úgy, hogy onnantól kezdve már egy sétagalop lesz az útjuk Ausztrián keresztül Németország felé, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezek jó hírek a mi számunkra, azzal együtt, hogy kétségtelen, hogy most már a legutóbbi információk arról szóltak, hogy minket a szlovák határon is fegyverrel fenyegették a járőrt, aki megállította az ilyen furgont. No, akkor rátérek a következő témánkra vissza Szerbiához. Ugye Szerbia küzd ezzel a migrációval, ahogy beszéltünk róla itt az elmúlt percekben, és hát közben itt van a Koszovóval kapcsolatos konfliktusa. Ugye körülbelül egy tíz nappal ezelőtt volt egy nagyobb összecsapás, fegyveres összecsapás a két fél között, ahol többen meg is haltak, és most pedig azt lehet olvasni, hogy szerb hadsereg csoportosulást végez itt a koszovói határ mentén, és Amerika fel is szólította őket, hogy önmérsékletre szólította fel őket, illetve hogy, hogy ne készüljenek semmi komolyabb dologra. Na most tegnap láttam egy riportot, és egy katonát szólítottak itt meg, és ő azt mondta, hogy hát a parancsot kapnak, akkor elindulnak Koszovó felé. Ön hogy látja, lesz ebből, vagy lehet ebből háború? Miközben Szerbiában, ahogy az előbb is beszéltünk róla, hát rengeteg problémás probléma is van. Igen, önnek igaza van. Ugyanakkor ez egy olyan puskaporos hordó itt Európa szívében, azt kell mondjam, hogy a Balkánon, amilyen né vált sajnálatos módon Bosnia-Hercegovina, és most Koszovó. És mind a kettő úgy vált egy ilyenfajta tűzfészekké, hogy az Egyesült Államok hathatós közreműködésével. Tehát Koszovó függetlenségét ugye még Bill Clinton alatt eh, adták meg, vagy járultak hozzá az amerikaiak, hogy a koszovói albánok elszakadjanak egy népszavazással éppenséggel Jugoszláviától, ami azért is mondjuk úgy, hogy egy tanúságos történet, mert valakinek akinek ezt lehet, van, akinek nem lehet. Tehát az oroszok is tartottak egy népszavazást arról, hogy az orosz többség az például csatlakozni akar Oroszországhoz Ukrajnában. Erre azt mondjuk, hogy hát ez egy szörnyű dolog, a bosznia, illetve a, a koszovói szerbek népszavazása az meg a demokrácia győzelme. Tehát a, most cinikusan fogalmazok, de nyilvánvaló, hogy a nagyhatalmi érdekeknek kell, ha egybeesik egy-egy ilyen nemzeti-nemzetiségi önállósodási törekvés, akkor nyilvánvaló, hogy tesznek arra egy tétet, megtámogatják. Mert úgy vannak vele, hogy későbbiek során ez a konfliktus, egy avó konfliktus, bármikor alkalmas lehet arra, hogy a szemben álló felett mondjuk revolverezni lehessen ezzel a helyzettel. Nem véletlen, hogy Bill Clinton mondjuk Koszovó fővárosában arany szobrot kapott. És ha most megnézzük magát Koszovót, akkor ott. Két tényt kell rögzítenünk. Az egyik az az, hogy valóban a demográfiának a jelentőségét kell látnunk, hiszen hiába a Koszovó a szerb nemzet születésének a bölcsője, ebből a szempontból számukra egy, egy eszmei jelentőséggel bíró terület, a Koszovóban élő albánok hosszú idő alatt, de többségbe kerültek Koszovóban a szerbek pedig kisebbségbe kerültek. És innentől kezdve ez a helyzet az akkori kis Jugoszlávia, most már Szerbia számára, és hiába egy érzelmi kérdés, tudomásul kell venniük azt, hogy most már néhány tízezer szerbél a milliós albán tengerben, ha úgy tetszik. Tehát <kül> ebből kifolyólag és itt visszatérek a kérdésére. A szerbek, ha most a szerb hadsereget nézzük, képesek lennének arra, hogy visszafoglalják Koszovót, vagy annak egy részét. Hiszen Koszovónak nincs önálló hadserege, egy olyan rendőrsége van, ami megerősített műveleti erőkkel bír, páncélozott szállító járművekkel, de nem egy klasszikus hadsereg, légi erővel, tüzérséggel, stb. Ugyanakkor <kül> az az árnyék, ami Koszovóból úgy vetül Szerbiára, hogy ott azért vannak például amerikaiak is, amerikai katonák is. Tehát a szerbek felé nem véletlen, hogyha az amerikaiak üzennek, hogy ezt le kell állítani, akkor a szerbek ezt tudomásul veszik, hiszen tisztában vannak azzal, hogy adott esetben egy nemzetközi konfliktust generálnának. Amit nem biztos, hogy fölmernek vállalni, és ezt úgy tovább színesíti ezt az egyébként is hosszan magyarázható képet, ugye Szerbiára azért úgy tekint Oroszország is, mint a Balkánon belül egy erős bástyájára tehát a szerb hadsereg fegyverzetének döntő része az Oroszországból származik, politikai támogatásuk jelentős része Oroszországból származik, és köztük van ugye ez a pánszláv testvéri érzés, ez is egy nagyon erős kapocsa két nemzet között. Tehát összességében itt a koszovói szerb ez Hasonlít az ukrán helyzethez, hogy a két nagyhatalom közötti versenyfutásnak vagyunk, a tanúi vagy vetélkedésnek, ami időről időre kisebb, nagyobb és reméljük, hogy inkább kisebb katonai csertelpatékban időnként kirobban. És ehhez még egy utolsó megjegyzést, hogy szomorú, de nem véletlen, hogy az Európai Unió Jugoszlávia szétesése. Kor sem, azóta meg még inkább nem képes az európai érdekeket a Balkánon megjeleníteni. Tehát az Európai Uniónak nagyon kevés befolyása van az ott való történésekre. Tehát nem tudunk befolyást gyakorolni rájuk időnként úgy tűnik, mintha az Unió félne is attól, hiszen azért ott Montenegrótól, Albániáig és Szerbia is ott áll az Európai Unió előszobájában, hogy ebből a térségből bárkit is fölvegyen, mert azt a fajta konfliktust utána már belülről kéne kezelni, és nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban, amikor ehhez sem a katonai, sem a politikai, sem a gazdasági ereje igazából nincs meg az Uniónak, akkor ezt a területet sajnálatos módon átengedik az oroszoknak, meg az amerikaiaknak. Meg a törököknek, meg a szaudiaknak is, hogy még úgy színesítsük ezt a volt Jugoszláviának a területét. Amerikának miért fontos a Balkán, miért, miért akar itt befolyást gyakorolni. Gondolom, hogy Bill Clinton nem jó emberkedésből segítette elő Koszovó függetlenedését. Ó, de hogy nem puszta szívjóságból. De valóban így van. Ha most ránézünk a térképre, és ez igaz már az első világháborúban, a második világháborúban és ma is, hogy sok szempontból a Balkán az Európának a kulcsa. Tehát aki a Balkánon képes megszilárdítani a befolyását és az erejét meg tudja mutatni, akkor az komoly kihatása van Európára, hiszen a Balkánon keresztül van a közel-kelet, Észak-Afrika felé, és onnantól kezdve Kis-Ázsia felé az szárazföldi útvonalak. Tehát ez mint egy olyan egyenes vándorlási útvonal, -e, és most itt az illegális migrációtól tekintsünk el, amely gazdaságilag, politikailag is egy nagyon fontos terület. Nem véletlen az, hogy most ránézünk a térképre, ugye, hogy Törökország, aki a Boszporuszt, a Dardanellákat uralja, tehát a Fekete-tengertől a földközi tenger felé a kiárást, az stratégiailag Törökországot felértékeli, és ezzel ők ügyesen élnek is. Ehhez képest ezen az van a következő a Balkánnak a tengeri része és a szárazföldi részei. Ehhez igyekszik az Egyesült Államok egy súlypontot rakni oda, és akár a törökökkel, akár az oroszokkal, de akár Európával szemben is ott magának egy stratégiai pontot biztosítani. Hogyan látja most ez a, ezt a helyzetet? A szerbek fognak hallgatni ő, Amerikára eltekintetben? Vagy pedig kitörhet itt egy háború is? Ha igen, hát a ránk nézve az nagyon, nagyon negatív, mert akkor már két háború fog zajlani, két szomszédos országban. Hát nagyon nehéz itt most jósolni, de a mégis tippelnem kellene, akkor azt gondolom, hogy jóval nagyobb esélye van annak, hogy a szerbek visszabonják az agarakat. Egyszerűen azért, mert látják azt, hogy az orosz-ukrán háború miatt az oroszoknak a hatósugara most lecsökkent, meg a fókusa is más irányba hat. Nem hogy hogyha most megnézzük egyébként az Örmény-Azeri helyzetben ezt az egynapos Karabachi háború is, tipikusan azt a helyzetet használták ki az eriek, hogy Oroszország, aki az örményeket támogatta, nem volt képes arra, hogy még egy fronton bevállaljon egy küzdelmet, pláne egy két volt szovjet tagköztársaság között. Pláne úgy, hogy az egyiket Törökország hathatósan támogatja. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a vizsgáljuk, akkor nagyon hasonló a helyzete Szerbiának. Tehát Szerbia, ha most még egyszer mondom, pusztán csak ez egy katonai kérdés lenne, akkor alkalmas lehetne arról, hogy megszerezze. Ám de hogyha a szövetségeseit nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy nekik a legfőbb támogatójuk jelen pillanatban Oroszország, mással van elfoglalva. Jelen pillanatban úgy az anyagi, mint a katona és a politikai erőforrásai le vannak kötve. Ebből a szempontból az szerb mozgástér is leszűkült. És ehhez még egy problémát talán, amiről nagyon keveset beszélünk. Tehát Szerbián belül az, hogy kiszakadt Koszovó, az egy dolog, és Szerbia számára fájdalmas dolog. Ám de van Szerbiának egy déli része, a Szandzsák. Azon a részen pedig Szerbiának egy újabb problémával kell szembenéznie, ez pedig az iszlamizáció, az iszlám terjedése. Tehát Szerbián belül jelenleg is Folyik egy erős iszlám növekedés, ennek a terjeszkedése, és fölfelé, ha most valaki megnézi, hogy a szandzsákon belül mi történik, és kiesik a látókörünkből, és nem is nagyon foglalkozik, és így van rendjén a hétköznapi hírolvasó, vagy hírfogyasztó ezzel, ám de én azt gondolom, hogy a következő években Szerbiának a újabb problematikája az a szandzsákon belül fog jelentkezni. Tehát ugye most, ha már a hegyi karabakot egy csak egy pillanatra, akkor annyit azért el lehet mondani, ugye most egy napokban jelent meg ez a hír, hogy a nagy valamilyen módon megegyeztek azért abban, hogy ott mi történjen, mi fog történni. Tehát, hogy akkor is már volt az érzése az embernek az, hogy ez az egynapos háború, hát ez nagyon gyorsan lezajlott, és egy olyan végeredménnyel, amit szerintem sokan nem gondoltak volna, hogy hip-hop a hegyi karabak Azerbajdzsánhoz kerül, holott eddig Örményországnál volt, és hát látni lehetett a felvételeket, hogy tömegek jönnek ugye, ki onnan, és volt mögötte, úgy tűnik most már egyes hírek szerint egy alkú. Igen, ugyanakkor ennek a, ha volt is, és feltételezzük jó, hogy volt ilyen alkú, azért azt rögtön tegyük hozzá, hogy itt emberek százezres tömegé fölött alkudoztak. Tehát mert azért a szörnyű felvételek, amit most Japana kertből, hegyi Karabach úgymond fővárosából látunk, mint egy szellembáros. Tehát több mint százezre, a hírek szerint van 120-130 ezer örmény élt még hegyi Karabachban, közülük már több mint százezre elhagyták Karabachot. Tehát egy olyan exódusz a XXI. században, amiről azt hittük szintén, hogy ilyet már nem fogunk látni és megélni, és ez még egy dolgot, szintén nem beszéltünk róla, de ez a egy napos háború nem a semmiből robbant ki. Már több mint kilenc hónapja az azeri erők azt az egy hegyi utat, amin keresztül a hegyi karabak örményországgal és a külvilággal egyáltalán kapcsolatot tudott tartani, be tudtak szállítani alapvető élelmiszereket, gyógyszereket, azt már kilenc hónapja lezárta a világ erről úgy vett tudomást, hogy nem is hallottuk. Tehát az, hogy itt százegnyány ezer embertől elzárták a hozzájutást, a, még egyszer mondom, az élmiszerhez, a gyógyszerhez, hiszen ott gyerekek, idősek is vannak, nem katonakorú férfiak, családok élnek ott. Tehát nem figyelünk rá mindig kellő módon, én azt gondolom, de itt a közvetlen környezetünkben is olyan humanitárius katasztrófák történnek meg, amiről azt gondoltuk, hogy a művelt nyugattal ez már nem történhet meg. És tegyük azt is hozzá, hogy Örményország az egyik első keresztény államról beszélünk. Tehát hegyi olyan keresztény kolostorok vannak, amelyek Ezer évnél öregebbe, kétezer éve ott vannak, tehát itt egy nagyon furcsa helyzetről beszélünk azért. Nagyon örülök, hogy ezt is szóba hozta, de megyek tovább akkor, hogy beleférjünk még az időnkbe. Oroszország szerte megszólaltak a szirénák, a televíziók pedig megszakították adásaikat, tesztelve a lakossági figyelmeztető rendszer készültségét egy atomháború esetén írja a Sky News. Ön mire véli ezt a készültséget? Ez teljesen természetes, hogy egy háborúban álló ország mindenre készül, amire csak lehet, vagy ez többet jelent, üzenet a nyugatnak is, vagy ez csak hazaszól? Nem, ez én azt gondolom, hogy alapvetően a nyugatnak szóló üzenet volt, ez, ami nem szól másról, hogy Oroszország tulajdonképpen fölkészült mindenre. Azért a elmúlt hetek, vagy két-három hónap eseményeit, ha nézzük a fronton, ugye itt a ukrán ellentámadás, annak a katonai szempontból most már kimondhatjuk, hogy kudarca, és hihetetlen áldozatai után, azért a, ha most úgy önmagában nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy az oroszok részéről semmi nem indokolta. Hiszen visszaverik az ukrán támadásokat, 100000 km négyzetkilométerből az ukránok elfoglaltak 500 négyzetkilométert, az amerikaiak szerint más területen az oroszok is elfoglaltak újabb 500 négyzetkilométert, tehát zéró kimenetelő játszma, és most a áldozatokról ne beszéljünk. Tehát magyarul Oroszország nincs úgymond sarokba szorítva, hogy neki adott esetben a atomfegyverei bevetésével kellene fenyegetőznie. Sokkal inkább most azt mutatja, hogy én fölkészültem egy támadásra adott esetben, és a saját állampolgáraimat is fölkészítem egy olyan támadásra, hogyha az Egyesített Nyugat mégis atomfegyverekhez nyúlna vele szemben. Tehát ezzel viszont az demonstrálja az én olvasatomban, hogy Oroszország, amit ugye Putyin elnök időről elmond, hogy a nyugattal áll szemben, Ukrajnában amerikai, német, francia stb. fegyverekkel áll szemben és harcol. Ezzel szemben úgy látja, hogy tulajdonképpen szárazföldi háborúban, még ha egy-két évig még ez tartani is fog, de őt egyrészt nem tudja az egyesített nyugat legyőzni, ezért a nyugat gondolhatja azt, hogy majd atomfegyverrel regulázza meg Oroszországot, erre rakta ki ezt a lapot az orosz és hogy mi erre is fölkészültük. Aminek tudjuk, hogy egy jó rész egyébként blöff. Tehát egy atomháborúra nincs az, állam, ami föl tudjon készülni. Tehát ott 10 meg 100 millió emberek halnak meg egy atomháborúban. Tehát ez nem arról szó, hogy ezt komolyan is gondolnák, én azt gondolom az oroszok, pusztán ez egyfajta üzenet a egy nyugat számára, hogy mi fölvesszük a kesztyűt, és Oroszország azért képes ezre a harcra, vagy hajlandó beleállni ebbe a harcba, és talán még egy megjegyzése ez, hogy ez az üzenet azért Kínának is szól hiszen az orosz-ukrán háború és a ukrajna-nyugati támogatása kapcsán azért az oroszok gyengülésével a kínai a pozíciói erősödtek meg. Az oroszoknak igazából most egy főütő kártyája van a kínai befolyás erősödésével szemben, ebbe a kényszerbarátságban, a 6100 atomtöltete, ami messze fölül múlja Kínának az erejét. Tehát itt én úgy gondolom, hogy egy ilyen Többes üzenetek voltak ennek a hadgyakorlatnak vagy felkészülésnek a végrehajtásában. De akkor az utolsó kérdés, lehetett olvasni arról, hogy brit kiképzőket küldenének, vagy Nagy-Britannia küldene kiképzőket Ukrajnában, és hogy ott is ki lehetne képezni a katonákat, nem kéne szállítgatni őket máshova. Na hát egyesek szerint azért ennek nagyon nagy veszélyei lennének, hogyha a britek megjelennének végül is a fronton. Ön mit gondol, hogy a nyugat meddig fog elmenni ebben a háborúban? Ugye most olvastam, hogy a, a Ukrajna a NATO csatlakozására decemberben kaphat időpontokat. Hat, hogy most ez lesz, nem lesz, vagy ez csak így biztatásként mondják itt az esős időszak beállta előtt, azt így nem tudtam nagyon felmérni, de hogy a nyugat meddig megy el? Tehát, hogy Oroszországgal szemben, mert látszik, hogy nagyon, hát nyilván az ukránok kontójára könnyű, de nagyon el vannak kötelezve, határozva, hogy Oroszországot meg kell gyengíteni. Én már nem látom, hogy ennyire el lennének határozva. És ha megengedi, a britek kapcsán azért szomorúan nézi az ember, hogy az a Nagy-Británia, amelyik alapvetően a diplomáciájával épített ki és működtetett sikeresen egy gyarmatbirodalmat. Az a Nagy-Británia ilyen politikusokat nevel ki, és ilyen politikusokat tart hatalomban. Tehát a jelenlegi hadügyminiszter elmegy Kijevbe, és ott lendületből úgy érzi, hogy neki akkor most nagyot kell mondania, és ugyanis mondja, bemondja a híg levegőbe, hogy akkor küldünk ide kiképzőket, minek utaztassuk, és itt még többet, még jobban fogjuk kiképezni őket. A jó jóisten adta szerencse, hogy a brit miniszterelnök gyorsan kapcsolt és gyakorlatilag órákkal később bejelentette, hogy szó sincs róla. Nem mennek brit kiképzők tömegesen, és nem fognak ott kiképezni ukrán katonákat ukrán területen, hiszen ezzel egy kázusz beszélünk, tehát nyilvánvaló, hogy az oroszok, ahogy eddig is egyébként időről időre mondjuk fölrakták azokat a hangfelvételeket, amin britek, lengyelek, örmények és a csurat, ugye még hány náció, akik megjelennek ezekben a nemzetközi csapatokban, harcolnak ott zsoldosként, de ez egy más minőség lenne már, hogyha fölvállalnák azt a britek, hogy ott képzik ki azokra a fegyverekre, amit a nyugat ad. Tehát én úgy gondolom, hogy ettől már a nyugat meglehetősen óckodik, hiszen látjuk azt, hogy Nyugat-Európában elfogyott a fegyver és a lőszer, amit oda lehet adni, az amerikaiak egyre kevesebb pénzt adnak, és egyre inkább szeretnék az én fejemben úgy tűnik, hogy áttestálni Európára az Ukrajnával kapcsolatos problémáknak a kezelését, nem véletlen az, hogy Zelenszky elnök azért az amerikai útjáról úgy tért haza, hogy nem volt túl vidám. Tehát nem kapta meg azokat a, sem a fegyverek oldaláról, sem a pénz oldaláról, sőt még az ígéretek oldaláról sem. És ahhoz képest, hogy az amerikai kongresszus most ugye ki is vette az ukránoknak szánt csomagot az amerikai költségvetésből, azért azt azt mutatja, hogy a következő, lehet, hogy még nem egy-két-három hónapig de hogy azt követően a tél végére, vagy a jövő év első felére az amerikai támogatásnak egy jelentős része el fog apadni, arra nagy tétekben fogadhatunk. Tehát összességében az ukrán vezetés az, amelyik most én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van, és nagyon komolyan végig kell gondolniuk azt, hogy a következő időszakban milyen lépéseket tesznek, és ez egy utolsó megjegyzését. Mielőtt ide önhöz beültem, olvasom, és ne higgyünk a véletlenekben, ami egy amerikai hírportál teszi közzé, hogy amikor Zelenszky elnök most New Yorkban az ENSZ közgyűlésében járt, akkor a felesége közben a kártyénél vásárolt be New Yorkban 1,1 millió dollárért. És erről szóló dokumentumokat is úgy mond egy sértett alkalmazott, kicsempészte. A jemeségben se higgyünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan üzenet az amerikai szolgálatok és az amerikai kormány részéről, mint ahogy néhány héttel ezelőtt Zelenszky anyósának az egyiptomi villavásárlás, hogy 5 millió dollárért vásárolt villát. Az sem egy egyiptomi oknyomozó újságíró jó képességgel derítette föl és tette közkincsé. Tehát úgy gondolom, hogy itt most néhány üzenet elment a jelenlegi vezetés felé, ami azért azt mutatja, hogy a nyugatiak, a nyugati támogatók, és főként az amerikaiak, britek, akik leginkább ott vannak a kormányzat közvetlen környetében, nagyon jól látják, hogy mi folyik például korrupciós területen Ukrajnán belül, és azok a fajta látszatintézkedéseket, amelyet Zelenszki elnök időről ide bejelent, messze nem hozzák el azt a várt eredményt, amit a nyugat megfogalmaz velük szemben. Tehát nem csak az ukrán vezetés, hanem az ukrán társadalom számára is ez nagyon rossz hír, mert ha itt lezárul ez a háború Oroszország győzelmével, területek elcsatolásával, és azért én most pont olvastam olyan hírt, vagy olyan szakértő szólalt meg, hogy Oroszország akár tovább is menne, most nyilván ez kérdés, feltevés, hogy tovább menne, vagy sem, de hát a nyugat így módon veszi le a kezét Ukrajnáról. Hát ez egy nagyon nagy csalódás lesz az ukránoknak a nyugatban. Én azt gondolom, hogy igen, de alapvetően a jelenlegi kormányzat felé lesz egy nagy csalódás. Tehát azért Ukrajna 2015 óta egy olyan pályára állította magát, amiben a politikusai azzal hitegették a lakosságot, hogy itt jön egy nyugati orientáció, elfordulunk az oroszok befolyásától, és egy független NATO tagország lesz, uniós tagország lesz, egy gazdagodó ország lesz. Ehhez képest azért most elérkezünk oda, hogy most már ugye erről is nap mint nap olvasunk, hogy mezőgazdasági területeinek jó részét már nyugatiak birtokolják, feloldották a földeladási moratóriumokat, az ország természeti kincseit kiárusították, az oroszok a nehézipari központok jó részét a Donetskben elfoglalták, Tengerpartjának egy jó részét a Krímmel együtt elveszítette, tehát lakosságának közel a fele a lábával szavazott, és most már ugye 25 millió alatti létszámról beszélünk a kezdeti 51-2 milliós Ukrajnához képest. Tehát innentől kezdve én azt mondom, hogy sajnálatos, és az infrastruktúrája hogy megy tönkre, és sorolhatnám még, és a háborúnak a humán áldozatait, hogy Ukrajna részéről már nem lehet azt kommunikálni, hogy mindegy, hogy mi lesz a háborúnak a effektív végkimenetele. Itt két-három generációra minimálisan Ukrajna elveszítette a jövőképét. És ezzel kell majd igazán szembenézni, és ez lesz az igazán fájó pillanat Ukrajnán, nem az, hogy az oroszok mennyi területet foglalnak el. Horváth József az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadója volt a vendégünk. Köszönöm szépen! Köszönöm én is!